A Windows 10 operációs rendszer home verzióját kapjuk meg az IdeaPad 100S 14 colos kiadásán, amelyre igazából extra alkalmazások, mint olyanok nem nagyon kerültek. Ezt jelenti, hogy az alap szoftvereket kapjuk méghozzá azért, mert a készülék háttértára ugye nem túl nagy. Így a Lenovo célszerűen úgy gondolta, hogy elegendő a minimális appokat adni, ezzel is több tárhelyet lehet megspórolni, ami nekünk felhasználóknak talán a legjobb választás. A tálcán van egy felhasználói útmutatókat tartalmazó program, itt lehetőség van például a használati útmutatót megnyitni PDF állományban, itt a saját készülékenkhez szánt felhasználói útmutatót látjuk, minden részletre kiterjedően, így lehetőségünk van ismerkedni a készülék, ezt egyébként nyomtatva is kiadja a Lenovo, de mindenképpen hasznos, hogy kapunk egy ilyen dokumentumot abból a szempontból, hogy rögtön tudjuk használni a készüléket bekapcsolás után, és hogyha elveszítenénk a papírt, akkor itt van kéznél azonnal a leírás. Illetve ezen kívül van még egy Lenovo szoftverünk, amit meg is keresek. Ez itt van a Lenovo ID. Ez, hogyha beregisztráljuk a készülékünket a Lenovo support oldalán, illetve létrehozunk egy Lenovo ID-t, akkor itt érhetünk el ezzel kapcsolatban különböző információkat. Elérhetjük a Lenovo fórum felületeit és minden mást, de igazából nagyjából ennyi. Maga a Windows 10 ugye tartalmaz egy csempés felületet is a start menüben. Bár itt van egy Microsoft Office logónk, igazából nincs Office előre telepítve a készülékre, hanem csak egy próba verzió érhető el, amelyet aktiválni tudunk, hogyha van megfelelő előfizetésünk ehhez. Meg is szakítom a telepítést, mert erre most nincs szükségünk. Toldalt elérhető a műveleti központ, ahol például látható, hogy most személyazonosság igazolása, illetve a Windows Defender lefuttatásával kapcsolatban ad ki információt a rendszer, de itt elérhetőek különböző beállítások, így például a takarékos üzemmód itt elérhető, amivel üzemidő tudunk növelni, úgymond a készüléken az, hogy egy kicsit alaphelyzetbe állítjuk. Itt be tudjuk állítani a fényerőt négyféle értékben, illetve elérhetjük innen a gépházat is, azaz a beállítást, ahol mindenféle beállítást elérhetünk, többek között rendszer beállításokat is. Internetezésre alap esetben a Microsoft Edge böngészőt kapjuk, ami a Windows 10-ben debütált. Itt, hogyha megnyitjuk a weboldalunkat, akkor megnézzük, hogy hogyan, mint tölt be. Nyilván a Wi-Fi sebességétől, Wi-Fi-n keresztül elérhető internet sebességének függvényében fog betölteni minden esetben minden tartalom. Így előfordulhat, hogy itt is most egy kicsit lassabb lesz ez a folyamat. Be is töltött. Itt látható, hogy igazából a böngészés tekintve nincs különösebb probléma az eszközzel, hiszen nyilván a betöltés sebessége, ahogy mondtam, az magától, az internet sebességétől is függ, tehát ez gond nélkül lehet lassulni, mert bármikor. Maga a betöltés egyébként teljesen normál tempóban, teljesen jól használhatóan érhető el a készüléken. 14 szolos kijelzőn ezen a felbontáson teljesen normális méretűek a betűk, így ezek jól olvashatóak, és teljesen jó. Viszont, hogyha szeretnénk, akkor lehetőség van
itt felül kiválasztanunk egy úgymond olvasó módot, amikor igazából a hír lényegét emeli ki a készüléken a böngésző, és így nagyobb, kicsit nagyobb betűkkel, kicsit jobban átláthatóan csak magát a lényeget tartalmazza, ami szerintem egy hasznos dolog, igazából ez telefonokról vette át a Microsoft, talán még korábban egyes Samsung telefonokon debütálhatott ez a funkció, és azóta számos más eszközön elérhető. A Windows 10 Home operációs rendszeren elére telepített játékunk is van, ilyen például a Candy Crush Soda Saga, amely igazából ez a 10-es rendszeren debütált a Windowsra. Hogyha ezt elindítom, akkor láthatjuk, hogy igazából ez a játék nem fog kifutni, nem fog pontosabban kifogni az IdeaPad 100S-en, viszont azért azt hozzá kell tenni, hogy ez a készülék ez nem egy játékos notebook elsősorban, tehát azért, mert ez fut, az nem azt jelenti, hogy mondjuk egy Need for Speed-del, egy GTA-val vagy hasonló játékokkal is nagyon lehetne majd játszani. Ez elsősorban nem egy játékos notebook, tehát ennél többet igazából nem nagyon lehet várni. A Windows áruházban, amit letöltünk játékokat, azok futni fognak rajta, viszont az X86-os platformra írt idézővet normál PC játékok, azok már nem fognak futni elsősorban ezen a készüléken, hiszen a hardware komponensek azok nem megfelelően erősek ehhez, viszont itt látszik, hogy az ilyen Candy Crush Saga szintű alap Windows áruházas játékokkal nem lesz probléma. Nézzük meg még a böngészőben, mondjuk YouTube-on, hogy mint állja meg a helyét a készülék. Rögtön megnyithatunk akár a saját csatornánkról is egy videót, ahol Full HD-ban tudunk majd mindjárt ismerkedni a betöltési képességekkel. Itt, hogyha egy korábbi Windows 10-es frissítéses videót veszek elő, akkor beállítjuk Full HD-ra. És elvileg mindjárt, ha betölt, akkor el is indul. Így is van. Itt látszik ez, hogy nagyjából tökéletesen játssza le a videót Full HD felbontásban a YouTube-ról. Még most itt a szolidabb sebességű internet kapcsolatunk ellenére sincs igazából probléma, tehát megfelelő minőséget láthatunk, ami azt jelenti, hogy azért hiába a belépő szintű konfig, ez nem okoz különösebb problémát, hogy elindítsunk egy ilyen videót. Ugye itt elindítjuk mondjuk a Lumia 550 videóját is, ez elérhető 4K-ban is. Nézzük meg, hogy ezzel hogy boldogul. Itt látszik, hogy 4K felbontás mellett is igazából akadás nélkül elboldogul a videókkal. Nyilván itt ez YouTube-on értendő, ami mindenképpen pozitívum, tehát itt is látszik, hogy hibátlan. Ez szerintem egy teljesen jó dolog, hiszen egy olcsó notebookról beszélhetünk. Nézzük a multimédiás szempontból is, külön nem másoltam fel előre a készülékre semmit méghozzá azért, mert van itt egy USB 3.1-es pendrive-om, ez visszafele kompatibilis, tehát a készülék itt bal oldalán elhelyezkedő USB 3.0 csatlakozójába fogom bedugni ezt a Kingston pendrive-ot, és megnézzük, hogy egyrészt milyen tempóból lehet átmásolni. Van zenénk is, van egy filmünk is, meg mondjuk egy meserészt is át fogok másolni a dokumentumokba. Látjuk, hogy meglehetősen gyorsan 80-85 megabájt is volt az előbb, most ez elindult lefele, valószínűleg az adott tartalom miatt, de így is 40 megabájt per szekundummal másolja
az a másfél 2 GB méretű filmet. És itt így stabilan tartja ennél az egy fájnál a 38 megabyte per szekundum körüli értéket. És ennyi is volt, igazából gond nélkül egészen gyorsan átmásolt, és ha megnézzük, akkor láthatjuk, hogy ez 2,18 GB-nyi tartalom volt, amit tényleg meglehetősen gyorsan átmásolt. Nézzük meg a videókat. Itt, hogyha először ezt vesszük elő, és megnézzük kezdetnek a részleteit. Láthatjuk, hogy ez egy Full HD felbontású 5,5 megabit per szekundumos adatsűrűségű MKV állomány, ami 192 kilobites sztereó hanggal érhető el. Nem használunk semmi extra lejátszót, csak magát a filmek plusz TV beépített lejátszót. És látható, hogy igazából itt is gond nélkül megy ez, tehát nincs probléma a lejátszásban, nézzük meg teljes képernyőn. Hogy mondhatsz ilyen politóról? Ráadásul előtte, Panda, csalódtam. Te csalódtál? Inkább én csalódtam benned. Már nem is akarsz velük. Itt igazából tökéletesen lejátszotta, úgyhogy ezzel nem volt gond. Nézzük meg a másik filmet is, ami az Everest volna. Itt ennek a megnyitása már egy kicsit lassabb, de elindul. Láttad itt? Igen, és nem volt túl jó bőrben, de úgy tűnt, hogy Neil ura a helyzetnek. Próbáltak hívni a rádión. Vicces? Nem. Akkor ez nem működik, mi? Lemegyek az egyesbe. Ha nincs olyan jól, leviszem az alaptáborba és visszaindulok. Ti meg vagytok? Meg. Még nem lehetnek olyan messze. Amint látható, igazából itt sincs probléma, tehát itt is egy Full HD videó lejátszása nem okoz gondot. Ez is egy MKV állomány volt. És itt is, hogyha részletekbe megyek, akkor bocsánat, annyit helyesbítek, hogy ez egy 720x302-es, tehát igazából csak egy sima SD volt, jóval kisebb kép bitsűrűséggel, de tehát hogy ez sem okozott problémát. Itt viszont az audio volt egy kicsit erősebb, hisz egy 6 csatornás 640 kilobit per szekundumus volt. Viszont láthatjuk, hogy így videólejátszás tekintetében nincs problémánk, illetve hogy a készülék HDMI csatlakozóját használva gond nélkül kitehetjük mondjuk TV-re is a képet, ahol Full HD-n tudunk így filmezni. Nézzük meg, nyissunk meg zenei állományt a Groove zene alkalmazás segítségével. Ahogy hallani lehetett, igazából tök jól szól az Ideapad 100-es, ami érdekesség úgy mond, hogy amíg a 11,6 hüvelykes készülék tesztjén azt tapasztaltuk, hogy maximális hangerőn torzít a hangszóró, és nagyon egy minimálisan, illetve nagyon erős a magas hang, és már-már fület bántó a zene, addig itt picit másabb a helyzet, maximális hangerőnél is nem olyan nagy a hangerő, de még elegendő, illetve a 14 szoros modellnél max hangerőn nincs olyan jellegű torzítás, tehát a magas hang túltengés, emiatt teljesen jól szól, és zenét hallgatni rajta nem olyan rossz. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy mozizni tudunk majd a Ideapad 100-es 14 szolos verziójával, viszont teljesen jól megy, ami pozitívum, és az nekem nagyon tetszik. Nyilván az alkalmazások megnyitásának sebességével különösebb problémánk nincs,
egészen gyors ahhoz képest, hogy belépőszintű hardverünk van. Tehát látszik, hogy igazából egy-két pillanaton belül az összes ilyen alkalmazás elérhető. Nyilván lehetnek olyan appok, amelyek lassabban nyílnak meg, ez függ magától az alkalmazástól is, illetve a rendszer pillanatnyi leterheltségétől is. Tehát hogyha mondjuk sok mindent futatunk párhuzamosan egyszerre, akkor az mondjuk előfordulhat, hogy némileg lassabb teljesítményt okoz majd, hiszen mondjuk a processzor végig maximális óra jelen futhat akár. De összességében a Windows 10-zel nincs semmi probléma sebességet tekintve az IdeaPad 100S-en. Azt hozza, amit elvárunk egy belépő szintű készüléktől.